Sziasztok, Nagy Violetta vagyok, Torta iskola. Szóval ide. Foltos a pólóm, mert ebben dolgoztam. Miről szeretnék beszélni? Itt ugye minden bizonnyal... Itt ugye minden bizonyal... Le is ülök! Iszonyatos felháborodást is kelthetne az, hogy ez a torta itt csupa-csupa bolti cuccból készült. Megmondom őszintén, hogy mi volt a célja. Egyedüli célja az volt, hogy én elképesztő, bármit megadtam volna anno, amikor én elkezdtem sütni azért, hogy valaki egy ilyen instant megoldást átnyújtson nekem, hogy tessék, jött a csináld ezt, és jó lesz. És ezt szeretném átadni nektek is, főleg inkább csak azoknak, akik nem tudnak sütni. Tehát nem tudnak piskótát sütni, Isten tudja miért, tök mindegy. Lidl-öst ne feltétlen vegyetek, mert nagyon száraz, lehet, hogy van attól jobb fajta, nem tudom, basszus, nem vettem még soha bolti piskótát, úgyhogy próbáljátok keresni jót. De egyébként ez sem rossz így áztatóval, mert szépen vissza puhított, de a lényege ugye ennek az egésznek az volt, ez a bolti cuccos e-book sorozat, hogy olyan sikerélményt, instant sikerélményt kapjanak azok, akik nem mernek nekifogni ennek, mert cuccos úristen, piskótát kell sütni, meg ki tudja, mi lesz még. Legyen kedvetek, legyen bátorságotok, és kapjatok egy olyan sikerélményt, ami után mindenképpen sütni fogtok, mert ez rántja magával, tehát ott nem fogtok megállni. Ezután, amikor ezt elkészítitek, és kaptok rá reakciókat, nem fogtok tudni megállni. Hát akkor sütbe az egész, mert engem ez nem érdekel, mert hogy iszonyat komoly energiákat mozgat és tol. Úgyhogy erről írtam már, hogy mi a véleményem azokról a dolgokról, amikor így boltból készen, félkészen vásárolunk dolgokat, és abból készül bármi is. Egyáltalán nem vagyok híve, tehát a tanfolyamos tananyagokban csak és kizárólag olyan dolgokat használunk, amit mi készítünk, tehát legyen az lekvárpiskóta, krém, ropogós, tehát ott a boltinak nincs helye, az egy egészen más oktatás és tanítás és tananyag, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó lesz annak, aki nem sütött még, el akarja kezdeni, de nagyon fél tőle, és akkor kap egy ilyen szuperóriás sikerélményt, és utána menni fog. Garantálom, hogy menni fog. Jó, úgyhogy hamarosan lesz. Hát még van pár dolgom, amit sütnöm kell. Musz lesz még, meg gondolkodom még olyanokon, ami boltban kapható, és abból lehet ilyen csodákat alkotni. By the way, pedig nagyon finom, tehát oké, én megmondom róla, hogy ez nem frankó, mert a piskóta azért ott hibázik elég rendesen. De egyébként nagyon finom, tehát hogy elképesztő jó a torta. Jó, úgyhogy bolti cuccok, e-book 2, benne lesz ez a torta is. Pusszer!